Október 4-én seprűvel, lapáttal és takarítógépekkel felszerelkezve érkeztek a Gellértérre a kerület parkfenntartó cégének munkatársai, hogy kezdetét vegye az önkormányzat őszi nagy takarítási akciója. Az Új Buda Prisma Nonprofit Kft. több mint egy hónapon keresztül dolgozik majd azért, hogy kitakarítsák egész Új Budát. A munkálatok során egy új technológiát is kipróbáltak, ami lehetőséget nyújthat a jövőben arra, hogy a tiszta felületek hosszú távon is tiszták maradjanak. A módszer egy bevonatra épül, amely az épületek falaira, kőburkolatokra kenhető, és lebontja a rárakódó szennyeződéseket. Ez egy nanotechnológiás festék, ami az ügyben kapcsolódik a, a takarításhoz, hogy gyakorlatilag egy takarítás után bevonatot kapnak a kövek, a kőelemek, ami a gellértéren eléggé jellemző és gyakorlatilag akár öt évre, de akár egy évtizedre tiszta marad a felület. Nem feketedik meg, nem színeződik el. Nyugatra ez egy elemző technológia, tehát miután felújít valaki egy gyönyörű műemlék homlokzatot, és megkapja ezt a bevonatot, akkor az évtizedekig, de legalább öt-tíz évig megmarad eredeti színkonszisztenciájában. Az egész kerületre kiterjedő akcióba a lakosságot is bevonják. Az önkormányzat arra kér minden kerületit, hogy tisztítsák meg saját házuk környékét. Ehhez a prizma zöld hulladékgyűjtő zsákokat is biztosít, amelyek a Hamsabégi utca 60 szám alatti központjukban vehető át. A megszokott takarítási feladatokon túl a Prizma munkatársai ilyenkor az útpatka mellett felhalmozódott faleveleket, sarat is eltakarítják, hogy a téli időszakra már ne legyenek az úton csúszás veszélyes hulladékok. November 6-án, 8 és 12 óra között az előző évekhez hasonlóan lehetőség lesz a veszélyes és elektronikai hulladékok leadására is. A fáradt olajtól a gumiabroncson és a festékeken át a régi tévékig és monitorokig minden ilyen típusú szemetet a kerület hat kijelölt pontján lehet majd leadni. Ezekről az új újbudaprizma.hu oldalról tájékozódhatnak. Az őszi nagy takarítás során a házi komposztálást is népszerűsíti az önkormányzat, ezért térítésmentesen biztosít a kerületi lakosság számára fából készült komposztáló kereteket, amelyekből a készlet erejéig minden társasház és családi ház egy-egy darabot igényelhet. Az önkormányzat emellett apridékolást is szervez annak érdekében, hogy minél több szerves anyag maradjon és hasznosuljon a kertekben. Az ingyenes szolgáltatás során a szakemberek házhoz mennek, és egy gép segítségével felaprítják az összegyűjt gajjakat. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.